A 2013-as Formula Student Hungary a Gönyői kikötőben. Idén is a világ minden pontjáról érkeztek ifjú mérnökökből álló csapatok a sorozat magyarországi állomására. 38 istálló szerepelt a háromnapos versenyen a különböző számokban, mint a megbízhatóság, a gyorsulás és hasonlók. Apropó gyorsulás, ebben a számban a budapesti műszaki főiskola hallgatói voltak az egyik legjobbak, az ő járgányuk 109 km/h-ra gyorsult a 70 méteres távon. A hozzáértők szerint egy ehhez hasonló gépcsoda egy 420 lóerős Audi R8-ast is otthagyna 70 méteren. Ha már magyarok, a Győri Széchenyi István Egyetem Szentzsi motorfejlesztő csapata is bemutatkozott az idei Formula Student Hungary-n. Ők egy egyedi erőforráson munkálkodnak, amelyet direkt a Formula Student csapatainak építenek, és amelynek első generációs 500 köbcentis, 70-80 lóerős példányát be is mutatták a hétvégén. Kijöttünk, hogy promózzuk magunkat egyrésztről, illetve ötleteket merítsünk, hogy mik az elvárásaik az európai csapatoknak, és milyen irányba menjünk tovább. Tehát az első generáció elkészült, a másodikat idén novemberben szeretnénk bemutatni. Az egy könnyített, javított változata lesz az elsőnek, kompatibilis lesz ezzel, és a harmadik generációhoz gyűjtünk ötleteket. Az első visszajelzések pozitívak, a Szentzsinesek jó irányba haladnak. Ami elvárás, hogy tovább könnyítsék a blokkot, és persze az sem lenne hátrány, ha a bekerülési költséget lejjebb tudnák nyomni, mert ennek a kicsikének közel 18 millió forint lenne az ára. Ennek ellenére a törekvés az, hogy a közeljövőben akárcsak az Audikban Győri, úgy a Formula Studentes autókban Szentzsin szív dobogjon.